az állománygyűlés az 1944. évi június és júliusi szőnyegbombázás 70. évfordulója kapcsán egy megemlékezéssel vette kezdetét. Elsőként Horváth Éva, Pétfürdő nagyközség polgármestere és Vitéz Horváth Csaba, országos székkapitány helyeztek el koszorút. A Palotai Turultársaság nevében Gágó Zsolt az egyesület elnöke, valamint Balogh Tamás koszorúzták meg a szőnyegbombázási emlékművet. Szentesi Vajk a vitézi várományosok képviseletében helyezte el a megemlékezés koszorúját. Az állománygyűlés résztvevőit Vitéz Téger László, Veszprém megye vitézi hadnagya köszöntötte, majd átadta a szót Vitéz Horváth Csabának. Az országos székkapitány beszédében kiemelte, lassacskán e környék lesz a vitézi rend jelenkori történetének fellegvára, majd kitért az állománygyűlés egyik apropóját adó első világégésre. A 20. század ős katasztrófája 100 éve robbant ki, mély nyomokat hagyva maga után. 1914-től kezdődően egy szinte elképzelhetetlen dimenziójú esemény játszódott le, amely szörnyű fizikai, lelki és szellemi pusztítást végzett, fogalmazott Horváth Csaba. Az első világháború szétrobbantotta Közép-Európát, mérhetetlen szenvedést hozva az emberiségre. Horváth Éva Pétfürdő nagyközség polgármestere köszönetét fejezte ki, amiért a vitézi rend ezt a települést választotta állománygyűlése helyszínéül. Óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy Pétfürdőt választották ennek az állománygyűlésnek a színhelyéről, és ezt megköszönöm. Megköszönöm továbbá, hogy ennek az állománygyűlésnek a napirendjébe, aminek itt hatalmas és nagy témájában ugye a 100 éves első világháborús megemlékezés. Napirendre vették Pétfürdő sajátos tragédiájának a megemlékezését is, a 70 évvel ezelőtt történt szőnyegbombázás. Angeli Katalin, a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója is köszöntötte a megjelenteket, akik szívügyüknek tekintik a hagyományok ápolását, azok továbbadását. A történelem megismerése ahhoz segít hozzá minket, hogy jobban el tudjunk igazodni a jelenben, mondta el az igazgatónő, majd egy Baktai Ervin idézettel zárta köszöntőjét. A haza gyökér, melyből életünk fája kisarjat. Az a pont a föld kerekségén, ahol törzsünk a föld tápláló, életadó, fenntartó erejét issza legmélyebb gyökérszálainál. Lomba borultan, terebélyes növésben széttárhatjuk messze nyúló ágainkat, ám csak azért, mert ott gyökerezünk abban a rögben, amelyből kinőttünk. Ha elvágják gyökereinket, korhadó hulladék, tűzre vetendő holt anyag lesz belőlünk. Matériánkból szerencsés körülmények talán pompás remekműveket faragnak, de eleven, viruló, gyümölcsöző valóságunknak vége. Lelket, szívet és szellemet gazdagító napot kívánok mindenkinek. Az állománygyűlésen a magyar történelem sorsfordító eseményeiről hallhattak előadásokat a résztvevők. A II. Világháborúról, az általa is megéltekről Vitéz Pongrácz György hadnagy számolt be. Stéger László Madár című versét Gábris József szavalta el. Reszket a szemem, s keresem utam már. Előre indulnék, hol az élet vár, de a múlt örökké rám kiáll. Rég volt már ezred éve, hogy repült velünk a világ. Volt, hogy megpihentünk, pihegett fáradt testünk, csapzott szárnyunkat tépték, zúzták, de meg nem történt. Repültünk tovább. Szárnyunk kiterjesztve óvtuk a hazát,
s nem engedtük a rontó árt tovább. Nékünk, ha kellett, nem segített senki. Olyankor csak széttárt kezüket adták, és mondták, hogy nekünk ez nem érdekünk, és néztek csak tovább. A hatalom és a gőg széttépte testünk, lelkünk megtaposva, épp hogy csak éltünk, szárnyaink csontjából a vér kicsordult, csámcsok alapomáztak belőlünk, fészkünket szétszórták, hogy újat ne építsünk. De fájó testünkben lelkünk újra szépült. Nyírbálják, mert tudják, nekünk itt a helyünk. És tudják, mit tettek velünk, ezért nem mernek a tó tükrébe nézni, mert látnák bent, hogy az égen szárnyunk kiterjesztve, repülünk tovább. Szállj, madár, s utunk mutasd, mit ezer éve járunk, szemem már nem reszked, tudom, hogy utam merre hova vezet. Repülj hát, madár, s vidd hírül a magyar él itte hazá, és Isten áldása száll rá. Repülj hát. Az idén 100 éves első világháborúról, annak előzményeiről, eseményeiről és következményeiről Budai László, a várpalotai Krúdi Gyula városi könyvtár igazgatója tartott részletes, vetített képes előadást. Majd hozzászólások, észrevételek következtek, ezt követően pedig Dobszai József, jugállományú alezredes, a Gábor Áron jugállományú a klubjának elnöke köszönő ajándékot adott át Horváth Csabának és Téger Lászlónak. Az állománygyűlést ünnepi műsor zárta. Kálmánfi Ferenc, a világhírű Honvéd Művész Együttes szólistája bejárta az egész világot. 36 országban énekelt, Kínától Mexikóig. A köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett énekművész ezúttal fiával, Kálmánfi Gáborral érkezett Pétfürdőre. Úgy tűnik ünn az orkán, mint az önvád.
szabad.